Hírek délben, jó napot kívánok! Már biztos, hogy a hétfőn eltűnt Air France gép roncsait találták meg az Atlanti óceánban. A brazil légierő szerint a gép maradványai 5 kilométer hosszan terülnek el a vízen. Egyelőre csak a levegőből látják a roncsokat, a kutatóhajók csak estére érnek oda. A katasztrófa helyszínén az óceán 5 kilométer mély, így ahhoz, hogy a felszínre hozzák az Air France gép elsüllyedt roncsait, mély tengeri merülésre alkalmas tenger alatt járók kellenek. Brazíliában 3 napos nemzeti gyászt rendeltek el. A könnyeikkel küszködve tértek vissza szállodájukba a hozzátartozók, miután a brazil légierő megerősítette. Az Atlanti óceánban talált roncsok az eltűnt Air France riói járatának darabjai. Azoktól a rokonoktól, akik hozzájárultak, már DNS mintát is vettek. Ez segíthet az azonosításban, ha megtalálják az áldozatokat. Egyik képünk feltérképezte a baleset helyszínét. Az Airbus maradványai 5 kilométer hosszan terülnek el a vízen, mondta a brazil honvédelmi miniszter. A további kutatásra több tucat felderítő indult. Ezen a bázison egymást váltják a brazil légierőgépei. A kereséshez francia és amerikai segítséget is kaptak. A térségbe irányítottak 2 kutatóhajót is, amelyek várhatóan ma este érik el a helyszínt, néhány száz kilométerre a Fernando de Noronha szigettől és 650 kilométerre a brazil partoktól. A hajókon tenger alatt járó robotok is vannak. Ezek próbálják megkeresni a gép fekete dobozát. A baleset helyszínén körülbelül 4800 méter mély az óceán. Szakértők szerint az A330-as típusú repülők fekete doboza 5000 méter mélységig marad működőképes, és 30 napon át képes másodpercenként jeleket kibocsátani. Ez jelentősen megkönnyítheti a felkutatását. A gép 12 fős személyzetéből 11 francia, egy pedig brazil állampolgár volt. A repülőt egy 58 éves kapitány irányította, aki 1988 óta dolgozott a francia légitársaságnál, és már 11 ezer órát repült. Újabb H1N1 vírussal fertőzött beteget találtak Magyarországon. A fiatal budapesti férfi szombaton jött haza New Yorkból. Amikor átment a Ferihegyi hőkamerán, még nem jelentkeztek a betegség tünetei. Már otthon volt, amikor belázasodott. Ezután ő maga jelentkezett a László kórházban. New Yorkban a férfi barátnője is beteg volt, de ő még Amerikában meggyógyult. Falus Ferenc országos tiszti főorvos a Híradónak azt mondta, a férfi betegsége nem súlyos, ezért nincs szükség rá, hogy kórházban tartsák. A környezetében élőket folyamatosan figyelik, hogy nem fertőzötte meg valakit. Ez egy nagyon enyhe megbetegedés, ahol nincsen szükség arra, hogy valakit különösebben elkülönítsünk, a beteg különben otthonában van. Ez egy, nem egy olyan betegség, ami miatt valakit kórházban kell kezelni, hogyha enyhe lefolyású. A típusa ugyanaz, de Európában a megbetegedések lényegesen enyhébbek, mint amilyenek Mexikóban voltak. Európában elsősorban egészséges emberek hurcolták be a járványt, olyanok, akik utaznak, vagy nyaralni mentek Mexikóba, és az ő szervezetük nagyon könnyen legyűrte ezt a betegséget. És a betegségnek a lefolyása egészséges embereknél 3-5 nap alatt lezajlik, és egy nagyjából szokásos enyhe influenzának felel. A tömeges megbetegedéshez sokkal több vírusfordozóra lenne szükség. Drágul a tömegközlekedés a fővárosban. Július 1-től csaknem 5%-kal többet kell fizetni Budapesten a tömegközlekedésért. Az áremelésről az áfa emelés miatt döntött a fővárosi közgyűlés. Egy BKV jegy 290 forint helyett 300 forint lesz, a havi bérlet pedig 9400 forintba kerül júliustól, a diák és nyugdíjas bérlet pedig 3700 forint lesz. Ezekben a percekben tárgyal a kormány a szolidaritási intézkedés csomagról, a többi között a méltányossági nyugdíjkeret emeléséről, a 65 év felettiek utazási kedvezményéről, valamint a válság miatt bajba jutott lakáshitelesek megsegítéséről. A parlamentben van Ivanics Anna. Szervusz Anna, mit tudsz pontosan, milyen javaslatok vannak, miről döntenek ma?
Úgy tudjuk, hogy a szolidaritási csomag részeként arról dönthet a kormány, hogy ne csak azok az emberek kapjanak segítséget a lakáshitelükhöz, akik a válság miatt munkanélkülivé váltak, hanem bárki, aki nem tudja fizetni a megemelkedett törlesztő részletét, vagyis nekik is lehetőségük lenne arra, hogyha eddig például havonta 30 ezer forintot fizettek, akkor ezután is ugyanennyit törlesztenek, és az árfolyam emelkedés miatti különbözetet csak később rendezzék. Értékelik az új kormány első 50 napját is. Eddig mi hangzott el erről? Csak fél óra múlva lesz nyilvános a kormányülés, de Bajnai Gordon miniszterelnök reggel már a Magyar Rádióban sikeresnek nevezte az elmúlt időszakot. Azt is mondta, hogy szükség van még további takarékossági intézkedésekre, de ez elsősorban majd nem az embereket érinti, hanem az állami vállalatokat, önkormányzatokat. A bajnai kormány eddig egyébként havonta átlagosan 10 törvényt fogadtatott el a parlamenttel. Azt mondták, hogy az elmúlt 50 nap alatt már többet tettek, mint az előző kormány egy év alatt. Ivanics Anna, köszönjük szépen. A Fidesz szerint méltatlan a miniszterelnöki posztra Bajnai Gordon, mert szerintük erkölcsi és politikai értelemben is összeférhetetlen, hogy a kormányfő egy offshore cég igazgatója volt. Ezt Cserpalkovics András, a Fidesz helyettes szóvivője mondta délelőtt a Magyar Nemzetben megjelent írásra hivatkozva. Azt mondta, bizonyossá vált, hogy Bajnai olyan céget vezetett, amely elkerülte a magyarországi adófizetést, és így szerinte nincs joga adófizetési fegyelmet követelni az emberektől. Mára tehát minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy Bajnai Gordon egy Európai Unión kívüli országban létrehozott, ismeretlen tulajdonosi hátterű, magyarországi adófizetési kötelezettség elkerülésére alkalmat adó, tipikus offshore cég igazgatója volt. Bajnai Gordon korábban azt mondta, számos hazugság és csúsztatás hangzott el az ügyben, amelyek miatt helyesbítést kér. Rendkívüli ülést tart délután a szlovák parlament Orbán Viktor egyik kijelentése miatt. Elítélő határozatot akarnak elfogadni, az ottani ellenzék szerint azonban csak a koalíció botrányairól akarják elterelni a figyelmet. A Fidesz elnöke múlt héten az Európai Parlament Kárpát-medencét képviselő magyar tagjairól beszélt Esztergomban. Tegnap a német és a cseh külügyminiszter is aggodalmát fejezte ki a kijelentés miatt. A Fidesz szerint viszont az az aggályos, hogy Szlovákia Európai Uniós tagként sem érti, hogy az Unióban az államhatárok helyett a nemzetek a fontosak. Öngyilkos lett egy jemeni fogoly a guantanamói börtöntáborban. A 31 éves rab holttestét a cellájában találták meg. A jemeni férfit több mint 7 éve tartották fogva, vádemelés nélkül. Ez az 5. öngyilkosság Guantanamón. Több fogoly most is éhségsztrájkol a táborban. Állításuk szerint azért, mert semmibe veszik a jogaikat. Barack Obama amerikai elnök elrendelte, hogy jövő év végéig számolják fel a fogolytábort. A konzol nélküli interaktív játékok számítanak a legnagyobb újdonságnak a világ egyik legnagyobb számítógépes és videójáték vásárán, a Los Angeles-i E3 kiállításon. A kiállítás résztvevői azt mondták, ők egyelőre nem érzik a válságot, a videójáték üzlet már a nagyobb piac, mint a zene és a mozi együttvéve. Már ki se kell menni az utcára, ha valaki gördeszkázni szeretne. Sőt, bármilyen animációs filmbe vagy játékba beléphetünk a legújabb számítógépes játékokkal. A forradalmi újítás segítségével már távirányító vagy konzol sem kell a különleges új videójátékokhoz. Ugyanis egy beépített érzékelő kamera a test mozgását követi, sőt, felismeri a játékos arcát és hangját is. Akár gesztusokkal is lehet parancsokat adni. Az idei év szenzációit az E3 nevű kiállításon mutatták be Los Angelesben. Ez a számítógépes és konzol videójátékok legfontosabb seregszemléje. Az idei volt a legjobb évünk, mondta a Microsoft egyik vezetője, aki szerint válság ide, válság oda, egyre többen próbálják ki az új videójátékokat. Ez egy interaktív szórakozás. A fiatal szülők is már videójátékokon nőttek fel, az ő gyerekeik pedig gyakran már 2 éves korukban kipróbálják ezeket, mondta egy szakember. A játékipar már a nagyobb piac, mint a zene és a mozi együttvéve. A cégek pedig azon dolgoznak, hogy ne csak a fiataloknak, hanem életkortól függetlenül mindenkinek szórakoztató játékokat fejlesztenek. Végül az itthoni időjárásról. A napsütés mellett időnként erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 20-25 fok lesz, este pedig 13-18 fok várható.
Hát jönnek a sporthírek, híradóval legközelebb 2 órakor jelentkezünk az interneten. Itt az M1-en pedig 17:30-kor. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!